A budapesti Vidámpark körhintájának szecessziós épülete, Siklóson a Bejdzsámi, Szeged belvárosában a Kárász utca és a Klauzár tér, Magyarpolányban a több generációs bakonyi házakkal szegélyezett Petőfi utca. Néhány a magyarországi Európa Nostra díjas műemlékekből, illetve műemléki helyekből. A sorban ott van Pápa is, a Várkastély épületében felújított kápolnával, amelyet 1990-ben Európa Nostra oklevéllel díjaztak. Ilyen ritkán fordul elő, hogy egy még nem helyreállított épület egy helyreállított részét jutalmazzák, de didaktikailag, módszerében ez egy olyan szép és jelentős helyreállítás volt, hogy az Európa Nostra bírálói úgy határoztak, hogy nyugodtan példaként mutathatják fel ezt a helyreállítást. Bűnözőket, az egyház által kitaszítottakat temettek a temetőn kívülre. Ez a sír is egy ilyen lelet. Az elhunytat vélhetően kivégezték, felakasztották, mondják a régészek. Erre utal az, hogy a koponya gyakorlatilag derékszögben néz a hullára, tehát magára a testre, és a csigolya csontok gyakorlatilag teljesen elválnak a koponyától. A bemutatott sír a Korvin utca főtér kereszteződésében található. A nagy templom előtti kutatási területen a középkori templom egy járóköve került elő, ez az, és találtak a régészek számos pénzérmét is, római korit csak úgy, mint 13. századbeli. A program csak úgy, mint az ünnep, egybefonódott az új kenyér megállásával, amit ezúttal helyben, az erre az alkalomra elkészült kemencében sütöttek. A polgármester úr kezdeményezésére építettünk itt a Szent Berenek plébánia udvarán egy kemencét. Egy közepes méretű kemence ez, 6-1 kilós kenyér fér bele. A grillezővel és beépített üstház funkcióval ellátott kemencét sokszor szeretné használni a plébánia. A szépen rendben tartott udvarba várják a családokat, baráti társaságokat, gyermekcsoportokat is bográcsozni, pékárút sütni.